szakító próbákkal foglalkozunk most már egy jó ideje, és a mostani, amit láttuk is, szakítás a féltékenységgel. Láttuk ott két házikót, az egyik egy szép házikó, de kicsinek tűnik, mivel van mellette egy nagy. És ha nem lenne ott az a nagy házikó, akkor senki sem mondaná rá, hogy kicsi nem. De mivel ott van egy nagy, ezért hirtelen azt mondjuk, hogy milyen kicsi ez a ház. Az előbb a táboros bizonyságoknál nem osztotta meg az egyiket, de nagyon fénypontja volt a napomnak, mikor sétáltunk a tornateremből a gyerkőcökkel, és oda jött hozzám egy nagyon cuki kislány, nem ismertem még őt koráb korábbról, és azt mondta, hogy Bani, kérdezhetek tőled valamit? Mondom, persze, drágám, bármit. Miért vagy te ilyen pici? <laughs> Annyira megnevettetett ez a kisgyerek, amikor így azt mondja, mert hozzá tartozik a témához, hogy mellettem sétált a Mihály Dani, valahol ott fent, meg a szólos is ott volt a környéken, valahol ott még fentebb, és nézte a kislánya, hogy hogy mondom. És olyan jó volt neki elmagyarázni, hogy tudod, engem is a pont ekkorára alkotott. Ha én nem lennék kicsik, nem lennének nagyok. Szóval mi van a féltékenységgel? Mi van akkor, amikor, amikor van valamink, amit kaptunk Istentől, és aztán meglátunk valami mást? Hadd hozzak nektek egy történetet. Ez nem történt meg, de nagyon tanulságos. Három férfi horgászott a tónál, amikor kifogtak egy aranyhalat. Itt már sejted, hogy nem történt meg, de mégis nagyon tanulságos lesz kifogtak mind a hárman egy aranyhalat is. Azt mondta az a hal, hogy mind a hárman kívánhattok egyet. Amit kértek, azt én megadom nektek. Azt mondja az első, hogy van nekem egy jó barátom bent a város központban, egy óriási, gyönyörű, hatalmas nagy háza van. Három garázssal, kocsikkal, kerttel, medencével ugyanazt a házat kérem mellette. És mondta neki a hal, hogy meg is van, menjél, élvezd. Jött a második, aki azt mondta, hogy van a főnököm, akinek egy olyan gyönyörű, csodálatosan szép felesége van, kedves, aranyos, szép, én egy ugyanilyen feleséget kérek magamnak is. Menj haza, kész. És jött a harmadik, aki azt mondta, hogy kinn a falu végében van egy, van egy tanya. Na ott van egy, van egy tehén, az én szomszédom tehene. Az úgy, az annyi tejet ad, de annyit, hogy a világon nincs még egy tehén, ami annyi tejet adna. Én azt kívánom, hogy dögöljön meg. És miért mondtam el ezt a történetet, mert néha a féltékenység az teljesen megvakít minket. Azt mondta egyszer egy férj, hogy engem az nem zavar, hogy nincs igazam, hogy tévedtem. Engem az az egy dolog zavar, hogy a feleségemnek igaza volt. Szóval eljutunk oda a féltékenységünkben, hogy megvakulunk egy kicsit, és, és elkezdünk irigykedni, féltékenykedni a másiknak a dolgaira. Valaki úgy mondta, hogy a féltékenység az amikor nem tudod elfogadni, vagy nem tudod szeretni Isten jóságát a többi ember felé. Csak azt, amikor téged szeret. Csak azt, amikor neked ad jót, de amikor másokkal is ezt teszi, azt nem tudjuk elviselni. Szeretném, hogyha tudnál egy kicsit velem tartani, és megnézzünk jó néhány igeverset, amik a féltékenység témájában fognak egy kicsit minket körül vezetni. Kezdjük a példabeszédek prédikátornál, jó? Mindig ott kezdjük az utazásunkat, mert nagyon sok bölcsesség van ott elrejtve. Azt mondja Salamon, hogy megfigyelte azt, láttam, hogy minden fáradozást és minden sikeres munkát, figyel, mi történik, az emberek kölcsönös iritsége kísér. Ez is hiába valóság, azt mondja, és haszontalan erőködés. Szóval megfigyelte, ugye elindult egy nagy kísérlet, hogy megnézze, hogy mi, mi zajlik itt a világban, hogy mi az élet értelme, és megfigyelte azt, hogyha valaki dolgozott, ha valaki sikeres lett, hogyha valaki sokra vitte, akkor előbb-utóbb megjelent mindig az irigység. De azt mondja, hogy nem egy-két embernél, hanem kölcsönösen. Mikor az egyik irigykedett, utána a másik. Az egyik lett féltékeny, utána a másik. Elmondta egy, egy lelkész Angliába szolgált, hogy nagyon-nagyon-nagyon tudott imádkozni egy másik lelkészért, aki Amerikába szolgált, és Isten nagyon megáldotta a szolgálatát. Annyira szerette, elolvasta a tanításait mindig. Egészen addig a pontig ez jól ment, amíg oda nem költözött Angliába, abban a városba, az a lelkész. Azt mondta, ott már nehezebb volt érte imádkozzak, hogy Isten áldja meg őt. Szóval azt mondja itt a prédikátor, hogy a fáradozás és a sikernél megszokott jelenni az emberi féltékenység és az emberi irítség. A Biblia nagyon konkrétan beszél. Azt mondja a törvényekben, bizonyára jól ismert mondatok ezek, ne kívánd fele barátodnak. Nézd a felsorolást, a házát, feleségét, szolgáját, szolgálóleányát, elég hosszú azt mondja, ökrét, szamarát. És azt mondanánk, hogy hát én ebbe jó vagyok, én nem kívánom az ökrét, nem kívánom a szamarát, de hogy én a kocsiját kívánom. De figyeld, amit mond, és mit mondott? Semmit, ami a fele a én. Szóval elég konkrét volt a lista. Ne kívánd meg azt, ami az övé. És erre mondhatnánk mi emberek, hát de hát nem lehet irányítani a kívánságokat, ugye? Azt mondjuk is, amikor valaki még gyermeket vár, hogy kívánós az asszony. Hát azt nem tudja befolyásolni, hogy ő hajnali kettőkor szeretné azt a megcsikön menüt. Tehát, hogy ő azt kívánja. De azt mondja a Biblia, hogy mégis. Ne kívánt. Ne kívánt meg. És mi történik, amikor ez nem működik jól? Azt mondja Jeremiás, amikor egy vádiratot fogalmaz meg a nép ellen Isten, hogy mi a baja a néppel, amikor nagyon mélyre zűllött a nép. Az egyik, amit kiemel, az felajzott, buja csődörökké váltak, és figyeld, mindegyik a másik feleségére nyerít. Elég szó kimondó, nem? Szóval van egy sajátja, de ő a másikére nyerít. Mert azt tetszik most éppen neki. És ott aztán ki lehet cserélni, hogy épp a feleségére, vagy a házára, vagy a sikerére. És ezt el lehetem hozni nagyon szépen becsomagolva keresztény köntösbe. A másik elhívására, a másik ajándékára, a másik tehetségére, a másiknak a szolgálataira rányerítek, hogy nekem az kell. Egy nagyon érdekes dolog, amikor karácsonykor kibontjuk az ajándékokat. Átéljük valószínűleg, talán még emlékszem, amikor gyerekként mennyire vártuk, ugye? És aztán idővel átélhetjük azt is, hogy mi készítjük be az ajándékokat. És mindig igyekszünk arra, hogy meglássuk azt, hogy olyan ajándékokat szerezünk be, amiket a gyerekek nyilván valószínűleg vágynak, meg örülnek, meg szeretik. Um, emlékszek egyszer arra, amikor jó előre megvettünk valamit, amit, amit októberben nagyon-nagyon vágytak a gyerekek, és aztán jobb megvettük, elrejtettük. Most nem mondom el, hogy hova, mert itt fülel az egyik. <gül> <gül> és mire jött a december, már el is felejtették a mesét. És akkor nagyon tudatosan Magdival elkezdtük decembertől újra ezt a mesét mutatni a gyerekeknek, hogy emlékeztek, milyen jó az a mese, ugye? Ú, na megint nézzük meg is, hogy, hogy örüljenek már neki, nem? És idővel egyre nehezebb az ajándék, mert próbáljuk azt, hogy olyan ajándékot válaszunk, ami tetszik mindig az adott gyerkőcnek, de véletlenül se tetszedjen a testvérének. Mert aztán ebből jönnek a problémák. Képzeld el azt, egy képzeletbeli család, van mondjuk hat gyerek, és kibontja a gyerek a saját csomagját, és meglátja, és végtelenül megörül neki, és hatalmas mosoly, hogy ez az övé, és ezt lehetne teljes premier plánba közvetíteni, ahogy ez a mosoly akkor tűnik el az arcáról, amikor oldalra pillant. Majd amikor megnézi a másik oldalt, mi van. És akkor ránéz a sajátjára, és az, ami annyira jól nézett eddig ki, amiben annyi örömöt talált, hirtelen olyan fakó, olyan kacat, mert hogy az a másik, meg ott az, bárha én kaptam volna, bárha. Azt mondta egyszer valaki, hogy semmi nem tudja olyan gyorsan tönkretenni azt, amit van, mint amikor elkezded összehasonlítani azzal, ami a másiknak van. Semmi nem tudja olyan hamar tönkretenni, hogy értékeld azt, amit van, mint amikor elkezded összehasonlítani másokéval. És képzeld el a mennyei ha néz minket, és megadja neked a szíved kérését, és megállt téged, és azt akarja, hogy örülj neki, mert ő egy jó édesatya, és azt látja, hogy örülsz, és de én azt akarom. Mennyire fájdalmas ez nem az Istennek ilyenkor, Hadd hát hozzak néhány példát arról, amikor a Bibliában megjelent a féltékenység. Nem kell nagyon keresni, bármik lapon szinte megtalálnád. Ha visszamegyünk a csütörtöki Biblia tanulmányba, hozok néhány példát. Jó, Ráhel. Azt olvassuk, hogy mikor Ráhel látta, hogy ő nem szülhet Jákóbbnak. Nem csak ezt látta, hogy ő nem szülhet, előtte az is kiderült, hogy azt is látta, hogy viszont le a szülhet. Még az egész ügyesen. És emlékeztek, hogy nevezik el a gyerekeket? Ruben. Mit is jelent? Rú, az azt jelenti, hogy néz, nás csak, ben, fiú. Néz csak, fiú. Nem biztos, hogy Jákobnak szólt ez a név. El tudom kézolni Ráhelnek. Néz csak, Ráhel. Ha? Néz csak, fiú. Az enyém, én szültem. Aztán jön a követ, és, 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 és. És és itt azt olvasod, hogy féltékeny lett Ráhel a nővérére, és ezt mondta Jákobnak, adj nekem fiakat, és nézd, mit mond, mert ha nem, belehalok. Belehalok ebbe, hogyha nem lesz. És talán érzed is a történetből, ahogy végigolvastuk ezeket a fejezeteket, tényleg, mint egy ilyen barátok közt rivalizálás, hogy ez az egész arról szólt, hogy ki tudja jobban valahogy a férjét oda láncolni magához, és kinek lesz több, és akkor vigyük a szolgáló lány, most van egy, most már van kettő, most már biztos szeret engem a férjem, és beindult ez az egész. De hogy nem csak itt történt a féltékenység. Múlt héten Józsefről tanultunk egész tábori héten, és nem is olyan, hát még a csütörtököken is ott járunk. Ezért féltékenykedni kezdtek rá testvéreim, mármint Józsefre. Apja pedig megjegyezte magának ezt a dolgot. Amikor elmondta az álmát, és onnantól kezdve az a féltékenység odáig ment, hogy ez okozta a vesztét, hogy beledobták egy kútba. De csak azért a happy end, oda is eljutottunk már csütörtök estéken, amikor József, amikor találkozik újra testvéreivel, leteszteli őket, és az egyik legnagyobb kihívás, legnagyobb próba, ami elé őket állítja, azt, hogy megnézi, hogy hogy viselkednek akkor, mikor újra kivételeznek valakivel. És fogja Benyámint, Ráhelnek a másik gyermekét. Ugye Ráhel egyik gyermekét már meggyűlölték, mert az apja kivételezett vele. Na most mióta József nincs, azóta azt olvassuk, hogy Jákob szíve még jobban összeforrott Benyáminnal. Ő lett mindene, belefolytotta az összes szeretetét és a József iránti gyászát. És amikor a lakomán József ötször annyit ad Benyáminnak, képzeld el a testvéreket, József teszteli. Hogy reagáltuk újra arra, amikor láttok még egy színes test Hogy reagáltuk majd arra, mikor megszabadulhatnátok ettől a Benyámintól? És azt mondja József, mikor ugye a serleg belekerül abba a zsákba, hogy ti nyugodtan menjetek haza. Benjamin itt marad rabszolgának. Ti menjetek csak haza. József teszteli őket, hogy mi történt húsz év alatt. Mert húsz évvel ezelőtt ezek a tesók azt mondták volna, ádott legyen, Adonai Istene, megszabadultunk ettől a Benjitől, az idegesítő. Laj, rosszul is voltam akár, csak ránéztem, és utáltam minden másodpercet, hogy apánk nem látta Benjitől a többi gyerekét, és mindig minden csak róla szól, és végre úgy szabadulunk meg tőle, hogy még csak be se kell vérezzük a kezünket elmondjuk megint, hogy jött az a fenevad, ugye? Megint elvitt egyet. Hazamegyünk, az élet szép, az Isten jó. Ehelyett azt mondja Júda, aki húsz évvel ezelőtt bedobta a közösbe, hogy figyeltek, ne üljük meg. Ha tudunk belőle pénzt is, pénzt is csinálni, adjuk el jó pénzért. Na ez a Júda azt mondja, én hagyd legyek szolga, de ez a gyerek nem lehet szolga. Ennek haza kell menni az apjához. Szóval látod azt, hogy a féltékenységből van gyógyulás lehet megváltozni abból, amikor meghatározója volt ez az életednek. Na, de nézzük, hogy hogyan. Hatozzak még egy példát, ami nagyon beszédes. Saul és Dávid története. Saul volt az első király, akit Isten adott Izraelnek, miután nagyon-nagyon sokat sírtak, hogy neki kell egy király, és Isten megadta nekik Sault, és megáldotta őt, és az elején egész jól indult ez a Saul, de kezdte elrontani a dolgokat, kezdett a szíve elmenni, és, és emlékszünk talán pont múlt hétről még, ugye, amikor türelmetlenségben, engedetlenségben ment, és Isten azt mondta, hogy elveszem tőled a királyságot, és másnak adom, aki szívem szerint való. És akkor megjelenik ugye Dávid a szintéren, és Isten kezdi megáldani Dávidot. És ekkor a 18. fejezetben döbbenetes dolgok történnek. Ezt olvasolt, hogy jönnek vissza a győzés győzes csatából, a táncoló asszonyok pedig így énekeltek, megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert. Szóval Saul jön, elől a fehér lován is sajja, hogy megölt Saul ezre. Örül a nép, ujjong, győztes, királyunk hazatér. Majd megölt Dávid tízezer embert is. Látod, hogy eltorzul az arca. Hogyan foghatta volna fel Saul ezt az egészet? Mondhatta volna azt, Istenem, micsoda segítőt adtál nekem. Micsoda harcost adtál a királyságba. Hogy megáldottad ezt a Dávidot? mekkora kegyelem, hogy itt van ez a fiú. És, és, az ő győzelme az a mi győzelmünk is, mert Izrael győzött ma Dávid miatt. És azzal, hogy ő előrébb kerül, azzal mindenki nyer. Mert ugye ő nyer, akkor mindenki nyer. És Isten megáldott minket azzal, hogy ilyen fantasztikus embereket adott mellénk. De ehelyett azt olvasod, Saul erre igen megharagudott. Igen megharagudott, mert nem tetszett neki ez a dolog. És nézd, azt olvasod, ez gondolta ugyanis, Dávidnak ugye tízezret tulajdonítanak, hát akkor nekem meg csak ezret, a végén még a királyság is az övé lesz. És a következő mondat az egy nagyon-nagyon beszédes mondat a féltékenységről. Ettől fogva, olvas velem, állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Amikor engedett, hogy az irítség, a féltékenység gyökere megjelenjen, porzasztó gyorsan kezd el növekedni, és minden egyes esetben először a szemedre megy. És megfertőzi a szemedet. És onnantól kezdve te azt az embert máshogy látod már. Máshogy fogod látni a győzelmeit, a sikereit, a bukásait. Egy nagyon torz fordulás történik az életedben, ugyanis azt mondja az Isten, hogy egy gyülekezet, egy testvér, egy család úgy kell működjön, hogyha a másiknak bánata van, vele sírsz, és ha a másik körül vele örülsz, de ez megfordul, és amikor a másiknak bánata van, te elkezdesz örülni, és amikor a másik körül, akkor te elkezdesz bánkódni. És minden a feje fordul. Ez a féltékenység, az irítség, ez egy olyan fertő, ami a pokol mélyéből száll fel. És ha engeded, hihetetlen gyorsan fertőzi meg a gondolataidat, a szemedet, a szívedet beszélek, figyelj, mit mond? Mert a féltékenység haragra lobbantja a férfit. Nem ismer szánalmat a bosszú állás napján. Ott valami elborul. Ott valami kikapcsolódik. Nem ismer többé szánalmat. Elindul valami. Haragra lobban. Szóval, hogyha észrevetted most ezt a gyökeret a szívedben, akkor szeretném, hogy most tudnál fogni egy jó kis gumikesztyűt, és gyomlálnánk egy kicsit nem, nem egy kicsit levágunk, nem egy kicsit igazítunk rajta, ez gyökerestül kell kihúzni. Gyökerestül kell oda menni, és azt mondod, hogy Uram, hozom eléd, és nem akarok ebbe lenni. Nem akarok mérges lenni rád azért, mert a másokhoz is jó vagy. Nem akarok kevésbé szeretni téged, Istenem, azért, mert a többi embert is szereted. És hogyha megengedem azt, hogy engem megáldjál, és nekem jókat adjál, ki vagyok én, hogy irigykedjek arra, amikor megáldasz egy másik embert? Ki vagyok én, hogy megszabjam neked, hogy kinek mit adhatsz és mennyit adhatsz? Jézus mondott egy példázatot arról, mikor mentek az emberek dolgozni a szőlőbe, és volt, aki korra reggeltől ott dolgozott, volt, aki csak a végén kapcsolódott be, de a végén ugye azoktól kezdődött a jutalmazás, akik csak alig melúztak, és megkapták a napi bért. És akkor akik hátul álltak, azon gondolkodtak, hogy ez zseniális. Ha ezek a kis naplopók, akik éppen, hogy csak bepiszkították a kis körmüket, megkapják a napi bért, mit kapunk mi, aki kora reggel, sőt az egész déli szárasságban, tűző napon végig toltuk ezt a napot. És legnagyobb meglepetésükre megkapják a napi bért, és teljesen kiakadnak. És azt mondja az Úr, nincs nekem jogom arra, hogy azt adjak a sajátomból, amit akarok. Kevesebbet adtam neked, mint amiben megállapodtunk, megkaptad a napi béredet. Miért bántja a szemedet az, hogy én jó vagyok? Miért szúrja a te szemedet, hogy a többieket is szeretem? És tudod, ezt nagyon jó megérteni, mikor átjár téged Isten szeretett, hogy Uram, én a te gyermeked vagyok, és ott vagyok a tenyereden. De aztán rájössz, hogy Isten tenyere olyan nagy, hogy többen elférünk benne. És oda mennél, és néha így lelöknénk a másikat, nem? És így le a tajgatoszról, hadd guruljál. És rájössz hogy nem, drágám, ő is itt fog megférni. Őnek is itt van a helye. Szóval attól, hogy Isten másokat szeret, engedd meg, hogy ez a szeretet ez ott legyen benned is. Engedd meg azt, hogy, hogy Isten rajtad keresztül tudja másokat szeretni. Ez nagyon nehéz. Megjelenik a régi jó ember, és elkezdene harcolni azért, hogy neked legyen a legjobb, hogy te kapjál meg mindent. Említettem múlt csütörtökön Sir Walter Scottnak a nevét, aki kiemelte, hogy Júdának a beszéde az a valaha leírt leggyönyörűbb védőbeszéd, amit valaha az emberiség papírra vetett. Na most ez az ember, ez egy nagyon-nagyon híres költő volt a saját korában. És mikor megjelent egy riválisa, egy fiatal srác, aki elkezdett írni és gyönyörűen írt, akkor ott a fővárosban az egyik napi megjelent egy cikk arról, hogy mennyire szerettük eddig ugye Szöld Varta de ez az új ifjú, ez valami egészen más hangot üt meg, és érdemes most már inkább rá odafigyelni. Mert valami egészen döbbenetes az, amilyen fantasztikusan használja a szavakat. És le volt írva benne a cikkben, hogy sokkal többre fogja vinni, mint az elődje valaha. Ezért bátorítunk mindenkit arra, hogy inkább most már őt olvassák. Ez egy név nélküli cikk volt, de később kiderült, hogy Sir Walter Scott írta. Saját maga ellen. Hogy figyeljétek, figyeljétek ezt a kis rácot. Elképesztő. Inkább őt olvassátok most már. Ez azért kell egy alázat, nem? Egy szelítség. Olyan könnyű ilyenkor a másikat befeketíteni, megtalálni benne a hibát, r valami fogást találni rajta, bemocskolni. És nem erről szól ma a politika, nem erről szól minden celep hír, hogy lehet a másikat valahogy befeketíteni. De azt mondja az Isten, hogy te ne ilyen legyél, ne kívánd meg a másit. Egyrészt nem voltál a cipőjében, nem tudod, hogy szorít te. Nem tudod, hogy van-e benne legó emlékeztek? Most nincs nyugalom, nem lennék ilyen nyugodt. De nem volt rajtad a cipője, nem tudod, hogy mi van benne, amiből látod a kirakatot. Nem tudod. Ezért, amikor örül, akkor örülj vele. Amikor sír, akkor sírjál vele. És ne kívánd azt, ami az övé. Azt az Isten neki adta. Azt a feleséget neki adta, azt a férjet neki adta, azt a gyereket neki adta, azt a szolgáltatót neki adta, azt a sikert neki adta éppen. És hogyha mindig a másit látod, akkor nem fogsz eljutni hogy Uram, de akkor én ki vagyok? Mit adtál nekem? Mi az én feladatom? Hadd mutassak nektek egy egyszerű példát, jó? Tegyük fel, hogy most hangszer leszek. Um, kezdem a gitára, jó? Tegyük fel, hogy én vagyok a gitár. És én nagyon szeretek gitár lenni, mert hogyha ide jövök, és nem fogom elrontani, megígérem Zsoltnak, akkor látom, hogy van nekem hat darab húrom és 6 húrral elképesztő dolgokat tudok véghez vinni. Van itt egy vízhangpedál, multi-effekt pedál, hát ez zseniális. Nézd, ezen van egy, kettő, három, négy tekerő, meg egy gomb, és én annyira örülök ennek, addig a pillanatig, amíg meg nem látom azt a piros csodát ott. 88 billentyű. Ezt most Zsoltnak mondom, 88. 6, 88, meg se tudom számolni, mennyi tekerő van rajta. Hát én már nem akarok többé gitálni. Én zongora akarok lenni. Kalapácsmechanikás mechanikás billentyűk. Pedálok. Mennyi minden. A felét se ismerjük még. Mennyire klassz. Milyen jó. De aztán meglátom itt ezt a csodát. És azt mondom, hogy na ez micsoda. Lehetnék dob, Tehogy lennék dob, egész nap vernek, két fadarabbal ütik a fejemet. Dob, nem akarok lenni, maradunk az ongoránál. De elkezdett hasonlítgatni magadat, hogy Isten megalkotott téged mondjuk egy ilyen hangszernek. És azt mondod, hogy én nem akarom ezeket a húrokat. Én, én unom azt, hogy fellehúznak. Én azt akarom, hogy ritmus tűssék. Lehet valamennyi ideig dobolni egy gitárral, amíg a nyaka bírja, de nem sokáig. Bele fog törni, tönkre fog menni. Képzeld el azt, hogyha ha minden hangszer ugyanaz akarna lenni, hogyha mindenki egy óriási kórusban csak a felső C-t énekelni. Az egy nagyon szép hang, de nem lenne túl változatos, nem? Hogyha mindenki arra vágyna. Az Isten megalkotott téged valamire. Azzal, hogy valamilyennek alkotott, azzal nagyon sok mindenre nem alkotott meg téged. Rakott beléd valamit, ez azt jelenti, hogy nagyon sok mindent nem rakott beléd. Az életemnek egy óriási megkönnyebbülése volt az, amikor kezdtem megbarátkozni azokkal a dolgokkal, amiket Isten nem teremtett meg belém. Nem rakott belém. És én próbáltam addig azokat előhozni, mert hogy vannak elvárások is, magam felé is, meg mások is, és olyan jó volt azt mondani, hogy én nem az az ember vagyok. Engem Isten ezzel nem ajándékozott meg. Engem mással ajándékozott meg, és azzal szeretnék szolgálni, amivel megajándékozott. De a féltékenységnek még van egy utolsó nagyon nagy témája. Mert lemaradna a lényeg, hogyha csak ezt néznénk, hogy a féltékenységről beszél a Biblia, úgyhogy ne kívándomásít, másit, hanem legyél elégedett azzal, amiben Isten téged megajándékozott, és annak körül abba teljes egy ki. Van viszont még egy nagyon más része a féltékenységnek. Ugyanis van egy olyan héber szó, amit féltékenységnek fordítunk, de csak Istennel kapcsolatban használja a Biblia. Ezért legtöbb fordítás úgy szokott fogalmazni, nézd csak ezt a mondatot, ne imádj másik Istent, mert az Úr, akinek, mit mond? Féltőn szerető a neve. Ő egy féltőn szerető Isten. Ez egy olyan szó, amit nagyon nehéz visszaadni a jelentését, de benne van az indulat, benne van a szeretet, és benne van a féltékenység, de nem a rossz értelemben. Egy olyan fajta erős, vágy, emésztő tűz, ami azt jelenti, hogy a másik az csak az enyém. Nem egy leuraló szeretettel, de azzal, hogy ő az enyém, minden porcikája az enyém, és nem lehet másé. Azt mondja ugyanúgy az 5 Mózes 4.24-ben, mert az Úr a Te Istened elmésztő tűz, féltőn szerető Isten. Szóval az első rész arról szólt, hogy mi magunk ne legyünk ilyenek, ne legyünk féltékenyek, engedd el, szakíts ezzel a gyökérrel, és vágd el. De szeretném, hogy megértenéd azt, hogy az Isten viszont féltőn szeret téged. Nem féltékenykedik, nem ok nélkül, hanem féltőn szeret téged, és nem tűr meg albélő társakat. Nem akar osztozkodni rajtad. Azt mondja, hogy én megmentelek téged, a tenyerembe tartalak, de csak az enyém lehetsz. Izrael ellen Istennek a panasza szinte mindig ugyanabban lehetne összefoglalni, hogy paráználkodtál velem szembe. Hogy követtél engem is, meg a baálokat is. Hogy jöttél áldozni nekem is, de mentél az áldozó halmokra is. Hogy engem is kerestél, de imádtad a förtelmes bálványaidat. És engem is segítségül hívtál, de közben meg varázslásban, minden másban reménykedtél. És azt mondja az Isten, hogy én az Isten emésztő tűz vagyok. Egy féltőn szerető Isten ahogyan képzelj el egy, egy vőlegényt, amikor meglátja menyasszonyát, és mondjuk körülveszik fiúk, és elkezdenénk neki a szelet csapni, és oda megy az a vőlegény, és azt mondja, hogy drágáim, tűnjetek innen. Ő az én menyasszonyom. Szemet le, nem itt fogtok nekem nyeríteni, el innen. Ő az én menyasszonyom. Ő az enyém. Csak az enyém. És nem tudom, hogy egy vőlegény kibékülne azzal, hogy hét napból hatszor övé lesz majd a feleség, egyszer meg egy mási. Bizonyára azt mondaná, hogy nem. Mindent vagy semmit. Ő csak az enyém lehet. Csak az enyém lehet. És az Isten féltőn szerető Isten, aki azt mondja, hogy te csak az enyém lehetsz. Hét napból hétszer. Nem akarom, hogy tönkreted az életedet. Nem akarom, hogy futkorászál mindenféle más után. Nem akarom, hogy a boldogságodat másba keresd. Nem akarom azt, hogy összetörd a szíved újra, meg újra, meg újra azért, mert nem engem keresel. Nem akarom azt, hogy végigjárd azokat a varga betűket. Megteheted, van rá szabadságod. Megtapasztalhatod, hogy milyen Isten nélkül az élet, de én egy féltőn szerető Isten vagyok, és nem akarom. Nem akarom engedni, azt akarom, hogy enyém legyél teljesen. Mert ha enyém vagy a teljesen, akkor a gondosz nem érintett téged. És akkor meg tudlak védeni. Nemrég sétáltunk Eliottal, és meglátottam, amit is hirtelen elkezdett szaladni. És gyorsan utána szaladtam, mert voltunk a főtérnél, és mondtam hogy Eliott, tudod, hogy apa mindig megvéd. De ha elszaladsz, akkor hogy fogok tudni megvédeni? Maradj mellettem. Nem szaladhatsz el, a közelembe kell lenned, és akkor bármi történik, apa mindig elkap, mindig megvédlek, semmitől nem kell félned, de ne szaladj el apától. És Isten kicsit így a tékozló fiúk felé kitárja a szívét, és azt mondja, nem akarom végignézni azt, ami történni fog veled. Amikor valakit nagyon szeretsz, a szíved megszakad, amikor rossz döntéseket hoz, és sajnos hozhat rossz döntéseket szülőként végignézni, hogy a gyermeket rossz döntéseket hoz, újra és újra belepusztul a szíved. És képzeld el a mennyi atyát. Mert mi csak ajándéba kapjuk a gyerekeinket egy rövid időre. Isten mindegyikünket kitalált, megtervezett, mesterműként alkotott, dolgozott azon, hogy hogy nézzen ki az arcod, milyen legyen az új lenyomatod, hogyan érezzél, hogyan legyél egyedi, hogy senki más ne legyen olyan, mint te. És a legjobbat akarja neked. És azt mondja, hogy a legjobb, ami történhet veled az, hogy a teljesen az enyém vagy. És az Isten szíve beles a jogba, amikor az ember elmegy, és megy a feje után, és tönkretesszük az életünket, de újra és újra azt mondja, hogy gyere hozzám vissza. Gyere hozzám vissza, és legyél teljesen az enyém. Hogy teljesen megvédhesselek. Hogy az én kezembe legyél. Csak ennyit kérek, hogy legyél teljesen az enyém. Nincsen rosszabb állapot, mint amikor csak félig vagyunk az Istené. Egyik felét se lehet úgy igazán élvezni. Amikor nem vagyok Istennel, hanem a világban élek, azt se élvezem, mert tudom, hogy nem vagyok jó helyen. Amikor Istennél vagyok, akkor meg rosszul érzem magam, hogy nem vagyok teljesen az övé. Ezért azt mondja az Isten, hogy gyere, hogy ne sántikálj kétfelé, legyél teljesen az enyém. És ez nem egy hatalmas irgumburgummal mondja, nem azt mondja, hogy azért, mert én féltően szeretlek téged. Én úgy szeretlek, hogy nem, nem tudom elviselni, hogy a hetedik nap nem vagy az enyém. Nem tudom elviselni azt, hogy osztoznom kell rajtad. Mert akivel osztozok rajtad, az egy embergyilkos. Képzeld el, hogy odaadnád-e a gyerekedet heti egy nap egy gyilkosnak. odaadnád -e egy pedofilnak? Nyilván nem. Azt mondanád, hogy hogy adhatnám oda? Az Isten azt mondja, hogy én vagyok az, aki azért jöttem, hogy életed legyen és bőségben élj. De van egy másik, aki pályázik rád, egy embergyilkos. Aki azért jött, hogy lopjon, ő is pusztítson. És nem, nem akarlak odadni neki. Egy percre sem, öt percre sem. Mert féltőn szeretlek téged. Szeretnélek most erre hívni, hogy bármibe is vagy, bármi van most benned, bármivel küzdködsz, ha kell, akkor tud kihúzni gyökeresül a féltékenységet a szívedbe. Lehet, hogy most ezzel kell dolgozzál. De lehet, hogy Isten most először azt mondja, hogy engedd azt, hogy én féltőn szeretesselek téged. Hogy egy tenyerembe zárassalak, és ott maradjál. Hogy egy élő áldozat legyél az én trónomnál, ami nem mászik le onnan, hanem ott van, előttem. Szeretnélek most erre hívni téged. Fogunk most imádkozni, és azt kérem, hogy ebben az imában legyél csendben az Isten előtt. És hogyha van, amit most döntés kell hoznod, akkor hozz egy döntést. Nagyon fontos, amikor döntéseket hozunk az életünkbe. Döntéseink meghatározzák az életünket. Amikor Illés a néppel beszél, azzal a néppel, amik Baát imádta, és azt mondja nekik, hogy na most akkor döntsetek végre. Ha Baál az Isten, őt kövessétek. Ha a mi Istenünk az Isten, akkor meg őt kövessétek. Tudjátok, hogy mit válaszolt a nép? Az egyik legszomorúbb mondat a Bibliában azon írva, a nép nem válaszolt semmit. Közöny, nem érdekel az engem, hagyjuk már. Majd látták azt, hogy a Isten bizonyít. Jön a tűz az oltárra, és még a vizet is felnyalja körülötte. És az Isten bemutatta, hogy én vagyok az Isten. Emésztő tűznek Istene vagyok. És annyira szeretlek, hogy mindenetet akarom. Az egész életedet. Azért, mert csak az én kezemben vagy biztonságban. Erre hív téged ma az Isten. És kérlek, hogy gyere is, engedd azt, hogy Isten meghódítsa a teljes szívedet, a teljes elmédet, a gondolataidat, hogy azt mondhassa, hogy az enyém vagy, teljesen. Szeretném, a tudnám most elcsendesedni, is. most annak az ideje van, hogy ha szeretnél, akkor magadba imádkozz, ha szeretnél a melletted ülővel, hogy ha szeretnéd, akkor tudsz most hangosan is imádkozni, hogy tudjunk erre egy nagy áment mondani, én fogok majd hangosan imádkozni, és egy kicsit most csöndbe leszünk. Ne zavarjon téged a csend, ne zavarjon téged az, hogy telnek a másodpercek, hanem értsd meg azt, hogy az örök életnek dolgai dőlhetnek el most itt ezekben a pillanatokban. Úgyhogy arra kélek, hogy a Isten most arra indít, hogy akár hangosan is imádkozz, akkor tedd ezt, de nyugodtan magadban is gyere az Isten elé. Istenem, köszönöm azt, hogy most dolgozol a szívekben, és köszönöm azt, hogy mindaz, amit teszel, azt a végtelen szeretetedből teszed. Köszönöm, hogy nem egy ítélkező, nem egy villámokat szúró Isten vagy, hanem az az Isten vagy, akinek a szíve belefájdul, amikor nem a tiéd vagyunk, mert látod, hogy mit okoz az életünkben. Köszönöm, hogy arra vágysz, hogy a lábunk újjától a fejünk búbjáig a tiéd legyen az életünk. Köszönöm, hogy meg akarsz minket védeni, meg akarsz óvni. Köszönöm, hogy egy féltőn szerető Isten vagy. Kélek atyám, hogy amit most elkeszél az vidd mélyebbre a szívekben. Én nem tudok, Uram, a szívekkel beszélni. Mert a drága lelket, szellemet tud. És ezt kérem, atyám, hogy vidd azt olyan mélyre, ahova ember nem tud menni. Beszélj, Uram, most úgy velünk, ahogyan ember nem tud. Mert nem az emberi bölcsesség megejtő szavaira van szükségünk, hanem hanem a te erődre, a te bizonyító erődre. Kélek Istenem, hogy mutasd meg, hogy itt vagy. Mutasd meg, Uram, hogy, hogy a kezedbe veszel minket. És köszönöm, Atyám, hogy nincsen jobb annál, mint amikor teljesen a tiéd vagyunk. Köszönöm, Atyám, hogy megérezhetjük, hogy jó vagy, hogy pajzsa vagy azoknak, akik hozzád menekülnek. Megérezhetjük azt, hogy milyen jó az, hogy sokan lehetünk a te tenyeredben hogy megtanulhatunk együtt törülni a másikkal, és sírni, mikor ő sír. Köszönöm, hogy nem kell engedjük a féltékenységet felnövekedni magunkban, hanem féltékenység helyett áthatjuk, Uram, azokat, akiket Te megáldottál. Kérlek, Atyám, hogy munkákodj, hogy. és a következő napokban, órákban, Uram, beszélj még hozzánk, és vidd ezt mélyebbre. Szeretnénk, Uram, hogy ez nem nem csak egy néhány perces felindulás lenne az életünkbe, hanem olyan döntések, olyan oda számások születnének, amire a mennyből is emlékezni fogunk. Legyen nagy a Te neved. Köszönöm, Atyám, hogy féltőn szeretsz minket. Amen.